Délelőtti és délutáni edzésekkel készülnek az övvizsgákra a PVSK dzsúdósai. Kell is a tanulás, hiszen a dzsúdókáknak elméleti és gyakorlati feladatokat is meg kell oldaniuk a regionális vizsgán. A regionális övvizsgánál ott a zöld, a kék és a barna övekre fognak vizsgázni, itt pedig nálunk lesz egy ilyen hazai övvizsga, ahol a fiatalok, a picikék fognak vizsgálni a citromsárga, illetve a narancsárga övekre. Hát mi reggel 7-től vagyunk itt, és konkrétan délután 4-ig folyamatosan megy a gyakorlás, annyi, hogy az ebédszünet van, tehát ebédelnek egyet a gyerekek, utána egy kis csendes pihenő, hogy azért nehogy bajba kerüljenek, és utána megy tovább a gyakorlás egészen 4 óráig, és akkor utána pedig, akinek még van energiája, itt is szoktak maradni az esti, illetve a délutáni edzéseken. Hát akik elhivatottabbak, ők itt maradnak, és akkor egész este 8-ig mennek a gyerek, illetve a felnőtt edzések. Azért fel kell készülni, meg tényleg ugye korhoz vannak kötve a színek, hogy mikor lehet vizsgázni rá, nem véletlenül, mert már az elméleti tananyag is annyival nehezebb, illetve a dobásoknál is olyan előléti képzettség kell, például a barna öv dobásaihoz már, amit azért jó darabig gyakorolnak a gyerekek, hát az egy dan, a fekete öv pedig az már egy másik szint, ott már tényleg van, aki akár évekig is készül rá, hogy el tudja úgy sajátítani, hogy tényleg tökéletes legyen. Úgy zajlik az övvizsga, hogy mindenkinek van egy partnere, akivel gyakorol végig, tehát nem úgy van, hogy találomra választunk ki társat, hanem tényleg jól összeszokott partnerek vannak. Vele bemutatja a gyakorlati vizsgát, ami általában 5-8 dobásból áll, illetve földharc elemekből, és ezután az elméleti, ott hát ez változó, hogy vagy szóban, vagy írásban a vizsgázók létszámától is függően kell a tudásukat megmutatni. Igazából én már tavaly vizsgáztam le egy kiúra barnőre, és én most itt ilyen, hogy mondjam, segítő szerepet foglalok be, töltök be. És akik most vizsgáznak például a barnövre, vagy zöldövre, kékövre, én nekik segítek. Egy kiúnál azért már többeket, meg nehezebbet kérdezzek, mint mondjuk 6 kiúnál, de azért nyilván ezeket meg kell tanulni. Voltam már Magyar Kupán második, Diákolimpián voltam már 7., 3., illetve 5., illetve Magyar Bajnokságon már voltam többször 7., és a judóval én igazából szeretnék komolyabban is foglalkozni, akár edzői, vagy valamilyen mental tréneri pozíciót szeretnék betölteni, vagy akár versenyzőtja jobban bejön. Én most a zöldöv elővizsgára készülök, és nagyon nem vagyok felkészült, mert most kezdtem el gyakorolni, de a narancssárgát azt le tudtam tenni ügyesen, remélhetőleg, szerintem úgy, és az elmélet az nehéz, de a sokat kell megtanulni, mert a 6 kiút, az 5 kiút, meg a 4 kiút kell megtanulnom, és most lesz a 3 kiút is, még hogyha elővizsgát teszek, akkor is az egészet kell megtanulnom. Hétvégén a PVSK versenyzője Kenderesi Péter ezüstérmet szerzett Porecsben az ifjúsági Európa-bajnokságon. Én már ugye az előző Európa-bajnokságnál, ahol a Péter 9. helyezett lett, ott lenyilatkoztam, hogy én mindenképpen érmet várok tőle a következő alkalommal, többször is. Úgyhogy most azt kéne, hogy mondjam, hogy vártuk tőle, de azért nyilván egy ilyen Európa-bajnokságon olyan szintű versenyzők vannak, hogy akár egy pillanatnyi kihagyás is elég lehet ahhoz, hogy kiessen az ember az első fordulóban. A Péter nagyon-nagyon felkészült volt fejben is, meg tényleg... Hát szerencsére azért már ugye az előtte lévő Európa kupákon neki volt aranyérme is, ezüstérme is, bronzérme is, úgyhogy azért ismertük az ellenfeleket, fel tudtunk belőlük készülni, hát hosszú hónapok alatt itt az edzéseken gyakoroltuk, hogy milyen fogásfelvétele, milyen dobásokat tudja őket esetleg meglepni, illetve legyőzni, és tényleg nagyon-nagyon jó formában sikerült versenyeznie. Nagyon-nagyon örülünk az ezüstéremnek. Kicsit ott a döntőben ugye egy vezető pozícióból sikerült kikapni, ami ott akkor elég nagy bánatot eredményezett, de én azt gondolom, hogy ez inkább büszkeségre tölt el minket sokkal, meg már a Péter is szerintem úgy látja, hogy elég szépen csillog ez az ezüstérem. Hát annyi, hogy neki még vissza van az Európai Olimpiai Reménységek versenye júliusban, illetve augusztusban a világbajnokságon fog még indulni, ott fogja hazánkat képviselni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó formába fog ott is kerülni. Most egy kisebb pihenője van itt, illetve még ott van az Európa-bajnokság helyszínén, és
és én azt mondom, hogy az EIOF-on, illetve a világbajnokságon is, hogyha egy érmet összetud szedni, akkor az valami csoda lenne. Kersi Csantal vezetőedző azt vallja, hogy csak elérhetetlen célok kitűzésével lehet az elérhető célokat elérni. Ezt a filozófiát testesíti meg az egész szakosztály.